Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál, a kiskakasa szeméten, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, és azt mondja neki: kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom bizén, kell az a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, és betette a kincses kamrájába. A kiskakas nagyon megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni: kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kiskakas az ablakába repült, és onnan kiabálta: kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár: eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a kútban: szíd fel, begyem a sok vizet, szíd fel, begyem a sok vizet! Arra a begye mind felszívta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába: kukurikú, kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának: eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vésd bele az égő kemencébe! A szolgáló megint megfogta a kiskakast, és az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi: ereszd ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszd ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Erre a begye mind kieresztette a vizet, és eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba: kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár: eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló belevetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas: szíd fel, begyem a darást, szíd fel, begyem a darást! Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába, és elkezdte: kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár már nem tudta, mit csináljon vele. Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem be a bő bugyogón fenekébe! Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint elkezdi: ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár: jaj, 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 fránya, egye meg azt a kiskakast! Vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját! Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját: szíd fel, begyem a sok pénzt, szíd fel, begyem a sok pénzt! Erre a begye mind felszítta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdagasszonyból gazdagasszony lett, és máig is él, ha meg nem halt.